Határtalanul program keretében néhány héttel ezelőtt a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola tanulói utaztak el Budapestre, most pedig a budapesti Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola diákjai látogattak el Zentára, ahol közös projektum megvalósításán dolgoztak. Egy zentai rendezvényszervező vállalat üzleti tervének a marketing részét dolgozzák ki a mi diákjaink közösen a budapesti diákokkal. Budapesten már az elméleti részét megtanulták, átvették, és itt már csak a konkrét projekt kidolgozása folyik. A diákok nagyon élvezték a közös munkát, aminek szerintük igen sokféle hozadéka lehet majd. Nagyon tetszett ez az egész. Új kapcsolatokat teremthettünk, és a gyakorlati munka is nagyon jó, sok kreatív dolgot tehetünk. Úgy gondolom, hogy mivel Zenta egy kicsit fejletlenebb, mint Budapest, Zenta is meríteni tud ezekből az ötletekből, és akár fejlődni is tud. A zentai látogatást nem csak a diákok tartják rendkívül fontosnak, hanem a tanárok is, akik a Határtalanul program keretében szerzett tapasztalatok jelentőségére is felhívják a figyelmet. Mindenképpen előnyének és hozadékának tartom a programnak azt, hogy megismerni más embereket, egy más életszemléletet, a toleranciát nagyon fontosnak tartom, és hát egy ilyen nyitott világpolgárrá való válásban ez egy fontos lépés. A két intézmény most kapcsolódott be először a Határtalanul programba, amelynek keretében az elmúlt évek során mintegy 100 000 magyarországi diák vehetett részt a határon túli régiókba szerzett tanulmányi utakon.